decidere a tu va? A tudod, itt a testvérek úgy hívják, hogy tuba, a tubából mély, baszkos hangokat lehet kicsalogatni. Állatokkal és a hozzájuk leginkább passzoló hangszerekkel ismerkedhettek meg a bátaszéki óvodások egy színházi előadáson. A kicsik nagyon élvezték, amikor a tubát, trombitát meghalva, ki kellett találniuk, milyen állat tartozik hozzá. A szilofon a rákot, a tuba a mackot, a trombita az elefántot jelképezte. Utóbbira különösen gyorsan rájöttek az óvodások. A mai alkalommal a Varázslatos Hangszerek című műsoromat adom elő, amelyben a gyerekek állatokkal ismerkedhetnek meg, pontosabban olyan állatokkal, amelyeknek a hangjait, hangjukat, tulajdonságukat, járásukat hangszerekkel tudjuk utánozni, és a gyerekeknek a műsorban fel kell ismerni majd, hogy milyen hangszert hallottak, és melyik állathoz köthetik. És utána természetesen akkor egy-egy történet egy-egy állattal elhangzik, és látható lesz, és a gyerekek bújnak az állatok bőrébe. Mindenképpen a zene, ugye már egészen kis kortól, már amikor a pocakban vannak, akkor nagyon fontos, hogy sokat énekeljünk, nekik hallják a zenék édesanyjuktól először. És így óvodáskorban már az egész kicsik, a kis csoportosok is, ha látják, tehát maga a látvány és a zene kapcsolódik, akkor könnyebben tudják az állatokat is megismerni, a tulajdonságukat, és ez a műsor erre alapul, hogy összekötni a gyerekeknek a vizuális képességét, hogy hallják közben, és közben játékos módon megismerkednek az állatokkal. Érdekes, mert azt szoktam mondani, ahol először hívnak, hogy most pontosan itt 25 évet vártam arra, hogy lássuk egymást, bemutatkozhassak, hiszen 25 éve járom az országot, és országon kívül is 20 műsorom készült el, és most megkaptam ezt a szívélyes meghívást, és örömmel jöttem. Töltva erdő sűrűjében két kis testvér érdekél. Mackó Hanci, Mackó Dönci, bizony soha nem enyém. Brum, brum, brummadza, brumma, brumma, brummadza. A kicsik számára ez hatalmas élmény volt, mivel ritkán van módjuk ilyen programon részt venni, és sokan még színházban sem jártak soha. Talán ennek és a hangulatnak is köszönhető az előadás sikere. Az óvoda igazgató helyettese azt mondja, az oktatási intézmény számos programmal kívánja fejleszteni a gyerekek készségeit. A zenei készségfejlesztést kisgyermekkorban pedig kiemelten fontosnak tartják. A memóriájukat mindenféleképpen, ritmusérzéküket, ütemtartást, új szavakat is megtanulhatnak esetleg, úgyhogy az anyanyelvi képességeik is fejlődnek ezáltal. Kutatások igazolják, hogy aki fejlett zenei készségekkel rendelkezik, empatikusabb, kreatívabb emberré válik, könnyebben megtanul számolni, írni, olvasni, továbbá gazdagabb a szókincse.